Hartyáni Mária 65 éve szerezte diplomáját, idén pedig vasoklevelet vehetett át. Első éve egy Zicsi Újfalun töltötte, ezután került Székesfehérvárra, ahol több iskolában is megfordult. Végül több mint 3 évtizedig volt a szénatéri iskola pedagógusa. A tanár szerintem azon kívül, hogy ember, meg minden, szóval ember, nagyon erősen szakmai irány, tehát a tantárgy irányítság, tehát a tantárgyának a, ma én is szeretem a tantárgyamat, de amellett én nagyon szeretem a gyermeki lelket. És én nekem mindig a gyerek lelke, meg a bánata, meg a szomorúsága, az mindig előtérbe volt a tantárgyam előtt. És én ezt többször is elmondtam már másoknak is, hogy én pedagógus akartam lenni, és az is szeretnék maradni. A Táncsics Mihály Általános Iskola diákjai köszöntötték a nyugdíjas pedagógusokat. A pedagógus szakszervezet és Székesfehérvár önkormányzata hagyományosan minden évben novemberben adja át a színes diplomákat. Olyanoknak adjuk át a színes soklevelet, akik ennek a városnak tanítatásában, nevelésében, pedagógiai munkájában nagyon sok évtizeden keresztül dolgoztak, és nagyon-nagyon sok család kötődik hozzájuk, és mindig nagy öröm, amikor áthatjuk nekik ezeket a színes sokleveleket, és megígérhetjük, hogy 5 vagy 10 év múlva a következőt is jönnek és átveszik. Idén aranyoklevelet 25-en, gyémántoklevelet 9-en, vasoklevelet 9-en, rubinoklevelet 3-an kaptak, és olyan is volt, aki gránitoklevelet kapott, de idén diszoklevelet is adtak át.